Kovács István 2012 óta játszik a Videótonban, és idén már másodszor lett bajnok a fehérvári klubbal. Az elmúlt időszak azonban nem elsősorban a sikerekről szólt a középpályás karrierjében, hiszen sorozatban érték a komoly sérülések. Mennyire áthozod a sorsot, vagy ilyenkor mire gondolsz, hogy mennyire nehéz ezekből újra és újra felállni? Hát ez is mutatja szerintem az én jellememet és erősségemet is, hogy nem szabad soha feladni, bármi történik. Nem is a sérülés maga, ami nehéz, hanem az utána lévő rehabilitáció, az tényleg ki tud sokat venni az emberből, de megoldottuk ezt is. Hát, persze, de voltam, meg is kell. De így átszalad a gondolat olyan, hogy jó, ez, ó, most akkor ezt érdemes folytatni, vagy ilyenek azért hát, óvatatlanul átszalad. Hát amikor most ősszel volt, és ugye bekerültem a kórházba, akkor pont a csapat, azt hiszem Diózsérbe fociztak, és dr. Akkarozsi Géza ott volt velük, és őt meg kellett várni, míg hazaérnek, és hazaért ilyen hajnalba, és akkor, hogy feltárjuk, ki kell tisztítani, és akkor mondtam doktor, hogy biztos meg kell csinálni, mert én nem tudom, hogy akkor mi lesz utána velem, és azt mondta, hogy biztos meg kell csinálni, és akkor lesz biztosan jó. Úgyhogy akkor abban a pillanatban a fájdalom mellett nem egyszerű, de mindenkinek megvan a maga problémája, amiket az embernek meg kell oldani. Nekem ezek voltak, remélem, hogy ebből is tanultam, és ezzel is csak több lettem. A combsérülésből felépülve fokozatosan tért vissza a pályára, nyilván először csak csereként, majd a szezon vége felé már kezdőként is számított rá Márko Nikolić. Én olyan játékosnak gondolom magam, hogy csapatember vagyok, szóval nekem nem derogál a padon lenni, vagy éppenséggel látom. Persze mindenki játszani szeretne, és ezt ki is mondhatjuk, hogy én is játszani szeretnék, de én ugyanúgy meg tudom érni azt a sikert, hogyha éppen nem kapok egy percet sem, mint hogyha a pályán vagyok, és 90 percig nekem is rohangálnom kell. De csak ez visz előre. Vannak olyan játékosok, akik annyira egoisták tényleg, hogy nekik az a fontos, hogy ők legyenek középpontban, és akkor azt úgy értékelik, én nem ilyennek gondolom magam. És aztán látszott is a vége felé a teljesítményemben is, hogy nem megsértődve léptem pályára, amikor lehetőséget kaptam, hanem akkor próbáltam vele élni, és ezáltal is segíteni azokat a játékosokat is, akik adott esetben egész évben azért dolgoztak, és most még nem volt lehetőségük játszani egyéb dolgok miatt. És hát láthattuk, hogy tényleg együtt hogyan tudtunk így ennek is örülni. A hétköznapon nem úgy élem meg, hogy ostorozom magam, hogy nem azt a karriert értem el, eddig, mint szerettem volna. Hangsúlyozom, hogy eddig, mert azért még igen, hogy eddig nem azt értem, amit szerettem volna. Ez megint most már kezd sablonos lenni, de tényleg mindenkinek abban a pillanatban kell teljesíteni, ahol van. Mert hogyha valaki nagyon az álmaiban él, akkor szerintem az rossz úton jár, mert lehet szép dolgokra álmodozni, meg ilyenek, de közben meg lehet elszaladni mellettünk az élet, és azt én meg nem szeretném. Volt egy egészséges értékrendem fiatal koromban is, mert az egy dolog, hogy valaki ráteszik azt, hogy tehetséges, vagy tényleg olyan ügyes, de hogyha azt nem bizonyítja nap, mint nap, akkor utána őt is el tudják felejteni. Mint ahogy láthattuk az én esetemet is, hogy mondtad, hogy ezt, hogy tehetséges, de nem lehet, hogy elveszett lesz, stb. De hát az élet is egy nagy hullámvasutazás. Bár a bajnoki címnek is rendkívül örül, 2017. december 2-án még nagyobb boldogság érte. Megszületett kislánya, Dora. Sőt, ennek van is egy sztoria, hogy ez pont szombati nap volt, és ugye már minden pillanatos volt sőt nem is volt minden pillanatos, 38. hétre jött a kislány, hanem már nagyon vártuk ugye, hogy mikor jön éppenséggel Laura. És pont pénteken ugye este délután van edzés, és hazaértem este, és lefeküdtünk pihenni, és akkor a feleségem már nem volt annyira jól, és Pesten szült, szóval ne fejlel, meg fel is kell térnünk Pestre, és azt az utasítást kaptuk, hogy 10 perces fájásoknál induljunk el. És akkor lefeküdtem, és a hajnali 3-kor a feleségem ébrezget, hogy baj van, 3 perces fájások vannak, és így kikerekeztem, hogy biztos menjünk, ugye pont a Fradi meccsre készültünk, ugye a grupamába ment a csapat, és hát játszani szerettem volna, és hát legalább ott szerettem volna lenni, mégis talán az volt az ősz legfontosabb meccse ugye akkor, és akkor visszakérdeztem, hogy biztos elinduljuk, ugye akkor én még nem fogtam fel, hogy van fontosabb dolog is az életben, mint a foci. És utána ugye elindultunk, felértünk, és a szülőszobán nem voltam, és ott mindig az órát figyelgettem, hogy jó, még odaérek, még nem telefonálok, hogy baj van, vagy hát baj van, hogy nem tudok odaérni. Az a lényeg, hogy mikor megláttam a kislányomat, akkor én nagyon zokogtam, szóval tényleg bőgtem, büszke vagyok erre. És akkor nem is érdekelt, hogy odaérek-e arra a Fradi meccsre, hogy nem érek oda, utána felhívtam a vezetőedzőt, és mondtam neki, hogy mi a helyzet, és azt mondta, hogy semmi probléma, hogy vannak fontosabb dolgok is a focinál, és ez most az, úgyhogy
nyugodtan élvezem ki a pillanatot, és aztán a csapat ugye feljött hotelba, ott délelőtt, és aztán bementem hozzájuk, és tényleg nem is emlékszem arra a periódusra annak a napnak, mert olyan boldogság öntött el, hogy tényleg, és végül a Prodi meccsen nem is voltam ott.